Folton, innen Folton túl. Még április 15-éig fogadja a látogatókat a Kanizsa Folt csoport kiállítása az Ősz András galériában. Vízharmónia. Egy budapesti akvarellista festményeit lehet most megnézni a Hevesi Sándor általános iskolában. Vasútállomás. A Magyar Költészet napjára is egyúttal József Attilára emlékezünk Tóth Péter Lórend 2016-ban bemutatott pódium darabjával. Köszöntöm Önöket, ez a Karcsa Kanizsa TV kulturális magazinja. Bőséges és mindenek előtt tartalmas programkínálattal jelentkezett idén a Tavaszi Művészeti Fesztivál Nagykanizsán. A szervezők minden alkalommal lehetőséget biztosítanak egy-egy helyi népi vagy képzőművészeti csoportnak, hogy egy nagyobb tárlaton mutatkozzanak be a város közönség előtt. Idén a Kanizsa Folt csoport művészi igényel készített patchwork munkáit állították ki az Ősz András galériában. A tárlatot április 15-éig lehet megnézni. Azt hiszem, hogy sokunk úgy vélekedett annak idején, hogy leginkább példát az amerikai telepeseknél láttunk. Nem így van. Az első foltvarásra utaló munkát már az egyiptomi ásatások során sírokban megtalálták, tehát valószínűnek tartják, hogy ezek is foltvarott alkotások voltak, nem mindegyik, de némelyikük. Európai országokban a korai középkorban intenzíven felvirágzott, ugyanis a lovagi tornák nyeregtakarói foltvarással készültek. A főúri zászlók, a templomokban látható zászlók szintén. Később a reneszánsz udvarokban, főúri udvarokban is láthattunk, illetve a múzeumokban láthatunk nyilván foltvarással készült költözményeket is. Ellenhatásként viszont a szegényebb területeken, falvakban van, vidéki területeken nyilván a szegényeknek volt a megoldása, szegénység szükség hozta létre. Az asszonyok nagyon gyakran összejöttek téli estéken és foltvarással készítettek új munkákat a régi szakadt alkotásokból, tehát régi elnyújt posztokabátot használtak fel például. Ő indított tanfolyamot a művelődési házban, ő hozzájöttünk tanulni, tőle tanultuk meg az alapokat, és nem csak az alapokat, hanem nagyon sokat. Meghirdették műsorfüzetbe a tanfolyamot, és így jelentkeztünk, akit érdekelt. Én legalábbis így találkoztam a foltvarrással. Mondjuk az érdeklődés megvolt, mert mindig csináltam valami kreatív dolgot, és amikor ezt meghallottam, megláttam, akkor jöttem Ilikéhez. Thank you.
végtelen lehetőség van benne. Számtalan technikája van, nagyon sok mindent meg lehet varni foltvarrással, használati tárgyaktól elkezdve, díszítő tárgyakig, rengeteg mindent lehet készíteni. A rátétes mintát, a krézit, papíronvarrást, és közben lesek a bargellót, most nagyon sok bargelló van a kiállításon. A nehézsége mindegyiknek van, mert pontosnak kell lenni, aprólékos munka mindegyik, úgyhogy nem tudnék egy olyat mondani, hogy melyik a legnehezebb vagy a legkönnyebb. Palini általános iskolában dolgozom, a sotagozatban, és én úgy kerültem a csoportba, hogy egyszer voltunk a gyerekekkel színházban, és feljöttünk ide a kiállítást megnézni, és pont akkor volt a foltvarosoknak kiállításuk, és nagyon megtetszett, és akkor elhatároztam, hogy én is szeretném ezt megtanulni. És akkor csatlakoztam a csoporthoz, és azóta is tagja vagyok. Nagyon szeretek ide járni, és nagyon sok mindent tanulunk, és mutatunk egymásnak. Két hetente találkozunk, és mindenki azt csinál, amit tetszik neki, én is sokat csinálom. Aztán elhatározzuk közösen, hogy készítünk valami közös munkát, egy nagyobb munkát, és igazából így kiállításokra szoktunk készülni. Majdnem minden évben van kiállításunk. Engem nagyon megnyugtat, és pihentet, szórakoztat is. Tehát nagyon gyakran csinálom, szinte majdnem minden nap. De van úgy, hogy nincs kedvem varni, és akkor nem varrok. Sok mindent mutatok a gyerekeknek is belőle, amit ők meg tudnak csinálni, azt alkalmazom az iskolában is. Voltam én is egy kiállításon, és láttam ezt a munkát, nagyon megtetszett, és elkezdtünk tanulni. Mindig egy valaki a csoportból az tanítja a többieket, mutatja a technikákat, és sorba megy. Mi volt az, ami a foltvarrásban megtetszett önnek? Mindig az, ami új. Nagyon sok fajta van, gyönyörű szép színek, és a színek összeállítása az is egy külön ízlésvilág, inkább úgy mondanám, igen, sokfajta van. Ahogy körülnéz, fogja látni, hogy milyen apró darabokból vannak a munkák, és gyönyörű szépek. Nem mindig varunk, egy kicsit beszélgetünk is. Összejön a társaság, és akkor van egy kis pletyka. Az is kell beszélgetni, ugye? Mindenkinek van családja, és hogy megbeszéljük. Nagyon szeretem a táskákat, a takarókat. És amit hát a család kíván, de már mindenkinek van valami kis kérése, egy kis futó az asztalra, egy kis táska, jók a kinőtt ruhák, ugye amit kinőnek a gyerekek, nem használnak, a farmerból nagyon sok készült. Meg hát van üzlet, ahol lehet vásárolni sok szép anyagot. Van olyan munka, amit már elkezdtem, még nincs kész, meg van olyan, amit már lerajzoltam, de még nincs hozzá anyag, még azt is be kell szerezni, aztán majd csak elkészülnek. Időm engedi, meg a korom. A kézügyesség,
Az ugye fontos, mert a mintáknak sarkokon össze kell találkozzanak, mert akkor szép a munka. Meg varni kell, hát varrógép az kell hozzá. Vízharmónia címmel nyílt meg Nagy Ernő kiállítása a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Az ifjúsági megnyitó hagyományaihoz híven ezúttal is a zeneiskola növendékei és hevesis versmondók köszöntötték a Budapestről érkezett alkotót. Az április 27-ig látható tárlaton elsősorban tájképek fogadják az érdeklődőket. Nagy Ernőnek hívnak, Debrecenben születtem, és ott kezdődött, kb. 16 éves koromban elkezdtem járni, van egy ilyen Medgyessy Ferenc képzőművészeti kör, és ott iskola után esténként, hétköznaponként lehetett alkotni, és így nagyon inspiráló környezetben, nagyon jó tanárok indítatásával kerültem közelebbi kapcsolatba a képzőművészettel. Utána később pedig, hát először tanárképző főiskolán jártam, Nyíregyházára, majd később műszaki egyetemen is tanultam színdinamikai szakmérnöki szakon, és utána pedig a képzőművészeti egyetemen folytattam a tanulmányaimat. A alkotás mellett pedig folyamatosan, mióta megszereztem a tanári diplomámat, tanítok is rajzot. Nagyon sokáig általános iskolában dolgoztam, és tavaly szeptember óta pedig a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban tanítok művészeti tagozatos osztályt is. Mindig sokat rajzoltam, és hát a család meg a szülők is ösztönöztek arra, hogy próbáljam meg ezt komolyabban is csinálni, mert én nem ilyen irányultságú iskolába kezdtem, vendéglátóipariba tanultam általános után, de mellett, hogy elkezdtem ebbe a művészeti körbe járni, ez annyira inspiráló volt, és az ottani barátságok, a mestereknek az útmutatásai egyszerűen magukkal ragadtak, és utána már ebbe a irányba folytattam a tanulmányaimat. Dolgoztam ezzel a technikával korábban is, főiskolás koromban is, de természetesen utána nagyobb méretű olajképekkel is dolgoztam, de néhány éve megnősültem, és a pici gyerekeim voltak otthon, és egy olyan technikát akartam, ami egyrészt ugye az olajnál a különböző hígítók, különböző vegyi anyagok miatt nem volt szerencsés a gyerekek mellett ezzel dolgozni, és akkor elővettem az akvarell készletemet, elkezdtem dolgozni vele, és annyira beleszerettem, hogy utána nagyon a szerelmese lettem ennek a technikának. Könnyedsége az, hogy olyan színkeveréseket, olyan finomságokat lehet létrehozni ezzel a technikával, amit semmi másra szerintem
nagyon koncentrálni kell. Ez a technika azt követeli meg, hogy könnyeden dolgozzon az ember, nem lehet túl sok réteget egymásra tenni, mert akkor már a színek nem úgy érvényesülnek, és ezért szeretem nagyon ezt a technikát. Tanulmányaim során is a portrétól az aktig mindent csináltam, és ez festményekben is megjelent. De inkább most az akvarellnél a tájképek a fő vonal, de mit lehet látni a kiállításon, hogy portrékat is tettem ki, és más egyéb csendéleteket is. Erdély az az egyik szerelmem, ahol többször is volt szerencsém járni. Úgyhogy ott természetesen rövidebb időt töltöttem, de rengeteg fotót készítettem, amit utána felhasználtam a képeimhez. És hát ugye a különböző művésztelepek, ahol nyaranta megfordultam, ugye itt az Alföldtől kezdve a Dunántúli Dúzson nagyon sokat jártam, Gici György festőművész barátomnak a művésztelepén, illetve hát a egyetem alatt Tihanyban is voltam a Képzőművészeti Egyetemnek a művésztelepén. Tehát nagyon sok irányból jön az inspiráció. Időnként, ha időm is engedi, akkor kint is dolgozok a tájba, tehát plenerbe, de a legtöbbet inkább a elkészült fotók alapján dolgozom. Másabb, természetesen, mint az általános iskola, teljesen más korosztály, bár itt is van azért átfedés, mert hatosztályos gimnázium, tehát az a 7-től megy 12-ig. Ami nagyon más, hogy itt ugye van egy rajztagozat is a gimnáziumban, ahol emelt óraszámba tanulnak, és tényleg olyan gyerekek, akik ide felvételiznek, és nagyon tehetségesek. Őket nagyon jó velük együtt dolgozni, mert iszonyúan inspirálóak számomra, és ők is nagyon akarják ezt tanulni, csinálni, és nagyon sok, hát még csak szeptember óta dolgozok itt, de már nyertek fővárosi versenyeket, különböző képzőművészeti díjakat, úgyhogy nagyon örülök ennek. Én igyekszem úgy tanítani, hogy közben csinálom is a dolgot, és akkor a saját szakmai tanácsaimat is szeretném átadni nekik. Most ugye már hamarosan kezdődik az érettségi, úgyhogy izgulok, hogy minden jól menjen, és hát a nyáron pedig művésztelepekre fogok elmenni, valószínűleg ismét eljutok Dúzsra, ahol már többször is jártam, illetve majd Olaszországban lesz egy kis út, ahol remélem, hogy újabb inspirációk fognak érni majd, amit utána meg tudok festeni. április 11-én született József Attila. A költő óriás születésnapja 1964 óta a magyar költészet napja is. Ebből az alkalomból mutatjuk be újra azt az összeállítást, amelyet még 2016-ban Tóth Péter Lórend rendhagyó irodalom óráján készítettünk. A versmondó műsorának középpontjában József Attila állt. Én, József Attila, itt vagyok. Vasútállomás. Ezt a címet viseli a Kunszentmiklósi Tóth Péter Lórend önálló estje.
A Radnóti és Latinovics díjas versmondó műsorában a tragikus sorsú József Attilának állít emléket. Hát én elkezdtem az elején írni a helyszíneket, ahol ezek a vasútállomás előadások megfordultak, ugye. A 2012-ben bemutatott pódiumest kedvező fogadtatásra talált az irodalombarátok között. Így csak hamar felvetődött a gyerekekre szabott, rendhagyó irodalomóra ötlete, amely kicsit a célközönségről is szól. Egyrészt a gyerekkori József Attiláról is szól, az önmagát kereső, a szeretetre éhes és a szeretetre vágyó, lázadó József Attiláról, ami azért a gyerekekben nagyon megvan még, ez az önmagam keresése a világban. És én azt gondolom, hogy tényleg, nem tudom, szerénytelenül lehetne talán azt mondanom, hogy bárhová viszem ezt a műsort a Kárpát-medencébe, a kárpátaljai magyar gyereknek is, a felvidéknek, az erdélynek, a vajdaságinak, vagy a magyarországi gyerekeknek is, hát ugyanúgy hat a gyerekekre, mert hogy talán tényleg valóban róluk szól ez a történet. Tartottam olyan helyeken is előadást, akár Öcsödön, ahogy Attila is volt lelenc gyerek, ahol bizony nagyon sok lelenc gyerek ült a nézők nézőtéren, vagy például árvaházakba. És hát azonban az pedig, hogy a meg nem értettség, meg amit előbb mondtam, a szeretet hiány, vagy akár az, hogy mondjuk egy kicsit, hogy sokszor lehet a gyerekbe az, hogy de jön, hogyha az apám vagy az anyám többet foglalkozna velem, vagy több időt tölten el velem. Tehát azt gondolom, hogy a párhuzamokat, még akkor is, hogyha mondjuk ők nem árva gyerekek, reményeim szerint azért a többség, azért meg tudják találni egymás közt. Illetve hát József Attila, azt gondolom, hogy annyira olyan, hogy is mondjam, egyszerű szövegeket is írt, amiket sokkal könnyebb a gyerekeknek megérteni, mint esetleg a nehezebb verseit. Amikor ezt ugye először összeállítottam, akkor a halálnak a 75. évfordulójára készült ez, 2012. december 3-ára. És akkor emlékszem rá, Kunsza Miklóson volt a bemutató, hogy sokkal inkább ez az illabilis József Attila volt, és igen, ott a halálát is boncolgattam abban az előadásban. És a lényeg az, hogy aztán, amikor így elkezdtem ezeket vinni itt a Kárpát-medencébe, és hát én is ugye idősödtem, és alakultak át a dolgok bennem. Szóval maga a pódium az esti is, azt gondolom, hogy az élni akarásról szól. Tehát mindenképpen arról, hogy persze minden embernek van problémája, hiszen ilyen az életünk, gondok, stb. De ugyanakkor nincs más út, mint azt az időszakot, amit a Jóisten szánt nekünk, azt végig éljük. Ugye most a Karintit kell idéznem, hogy aki azt mondja, hogy nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Tehát ember, aki él, és azt gondolom, hogy ebben a pódiumestben is én azt a József Attilát próbálom és igyekszem megmutatni, aki él, aki szeretett élni, aki vagány volt, laza volt, megmondta a tutit, de ugyanakkor akkor nagyon mély érzésű, és egy nagyon-nagyon istenkereső ember volt. És nekem ez az én József Attilám most. Elhatároztam, hogy végképpen író leszek. És szerteszek olyan polgári foglalkozásra is, amely szoros kapcsolatban áll az irodalommal. Magyar-francia filozófia szakra iratkoztam a Szegedi Egyetem bölcsészeti karán. Fölvettem heti 52 órát, és 20 órából kolokváltam kitűnően. Napokat ettem. Verseim honoráriumából fizettem lakásomat. Nagyon büszkévé tett, hogy Dézsi Lajos professzorom önálló kutatásra érdemesnek nyilvánított.
De minden kedvemet elszegte az, hogy Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához hivatott, és két tanú jelenlétében ma is tudom a nevüket. Ők már tanárok. Kijelentette, hogy belőlem, míg ő megvan, soha nem lesz középiskolai tanár. Mert olyan emberre, úgymond, aki ilyen verseket ír, és ezzel elém tárta a Szeged című lap egyik példányát, nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését. Az ő sorsa az így volt elrendelve. És hát azt nem mondtam el a gyerekeknek a végén, de hogy valóban szóval rengeteg ilyen érdekesség és ilyen földön túli üzenet van az ő életében. Amikor meghalt, akkor bevitték a pályaudvarra, ott a váróterembe. És hát nem volt egy pléd, hogy valamivel betakarják a halottat, és volt az asztalon fönt a falon egy nagy Magyarország térkép, egy Kárpát-medence, és azt tették le, és azzal takarták be. Szóval, aztán, és ugye a tiszta szívvel pedig elhangzik, hogy nincs szemfedőm se. Tehát, hogy érdekes dolgok ezek, de visszatérve a kérdésre, vagy a gondolatra, nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha nyilvánvaló, viszont azt gondolom, hogy az ő élete, hát mégiscsak szomorú is, hogy 32 évesen, de így volt kerek, és így volt lezárva, és hát nem véletlen, hogy valóban bárhová megyünk itt a Kárpát-medencébe, mindenki tudja, hogy ki az a József Attila, még akkor is, hogyha a halálnak az évében ezzel nem mindenki volt tisztában. A civilben testnevelő tanár Tóth Péter Lóránt ebben a tanévben már-már emberfeletti vállalkozásra adta a fejét. Egy bőröndel és a magyar líra kiemelkedő alakjaival járja az egész Kárpát-medencét. Drámafoglalkozásait, valamint rendhagyó és rendkívüli irodalomóráit 150 határon túli iskolába viszi el. A művészetek, így a zene, a festészet, az irodalom és a versmondás, az mind arra szolgál, hogy amire itt szintén utaltam a gyerekeknek, hogy azt a jóságot, amit a Jóisten belénk tett, amikor megszülettünk, mert én azt gondolom, hogy minden ember jónak született, azt lecsupaszítsa rólunk. Tehát a művészetek az egy olyan eszköz, amivel el tudunk érni a lelkünk legtisztább területére. És ez lehet most ilyen nagy szavaknak hangzik, meg nagy gondolatoknak, de ugyanakkor szerintem meg nem így van, hanem tényleg egy kicsit csak bele kell gondolni abba, hogy ez a nem véletlenül kaptuk ezt a sok szépséget a művészetek által, és én azt gondolom, visszatérve a versre és a versmondásra, hogy igen, segít megérteni bizonyos dolgokat a világból, önmagunkat megérteni, hogy miért cselekszünk úgy, vagy miért érzünk úgy. Szóval egy vers olvasása, azt gondolom, hogy kitűnő önismereti tréning, hogy így mondjam. A vers mondása pedig hát önkifejezés, és hát egy nyitottság a világra. Én nagyon sokat köszönhetek én magam is a versmondásnak, mert én nagyon zárkózott ember voltam talán, viszont én magamon látom azt az elmúlt pár év alatt, hogy mennyit nyitottam magamon, mennyire elfogadóbb vagyok mással, magammal, bátrabban állok oda úgy dolgokhoz. És azzal, hogy az ember megismeri önmagát, azt gondolom, hogy könnyebb is utána elfogadni, ami megszeretni. Mert az nem megy manapság nekünk, hogy önmagunkat szeressük, pedig hát miért ne tennénk. Az én akarásom nem bolondság, hanem tövikkalászos táblája a ti bennetek még csak csírázó búza szemeknek. Az én hitem a földnek melegsége. S miként a föld szétosztja melegét, gyenge füveknek, s rengeteg erdőknek egyaránt, az én hitemet úgy osztom szét közöttetek. Ti mégse hallgassatok a szörnyűködőkre, és megnevessétek őket. Mindannyian, és egyformán, testvéreim vagytok.
Ezzel mai adásunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő kedden is várjuk Önöket a képernyők elé. Addig is viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.